Na, kell arra mindenkinek, srácok, egy olyan videóval készültem nektek. Thief Simulator játékot fogjuk kipróbálni, tudom, hogy nem egy új játék, majdnem egy éves már lassan, de ezt fogjuk kipróbálni, srácok. Látom, hogy nagyon megvan, mi a lényeges, srácok, rablók vagyunk, és minél több dolgot kell elcsorjunk, minél több dolgot kell ellopni az emberektől persze, majd eladni meg, stb. Indítsuk el, nagyon megvan, tetszik, tetszik. Lássuk, srácok, hogy milyen lesz ez a játék, milyen. Pontosabban ez a játék. Nagyon kíváncsi vagyok, srácok, csapassátok szét ezt a lángot, ha még szeretnétek részt ebből a játékból. Nagyon szépen köszönöm. Remélem nem lesz egy hosszú tutorial amúgy. Egy ilyen bevezető, mert azokat nem szeretem. Direct action kell, direct action. Oké, és be is töltött, srácok. Kis házikót látunk. Hopp, megérkeztünk mi. Ja, gondolom ez a bevezető lesz. Több mint valószínű. Oké, és ott látok egy feszítő eszközt. Vinny válasz, Space-el válaszolunk Vinnynek. Ki az a Vinny? Hívjuk fel. Én vagyok az Vinny. Kap fel azt a feszítő vasat és figyelj ide. Elég sok a dolgunk. Oké, és felkapni, lássuk. Zsákba rak ebetűvel. Zsákba raktam ebetűvel. A Lombardi család kifizette az óadékot. Jó szívű népség, de minden a viszonzásról szól. Helyezett, hogy mire gondolok. Lássuk csak, hogy alkalmas vagy a melóra. Foszd ki azt a házat neked. Azt az utolsót. Azt az utolsó házat. Hát és ott van a zaj lent, gondolom. C betűvel, így. Kevesebb zajt csinálunk. Gyors nyílás T betű. Gyorsabb használat érdekel, blablabla. Szóval T betűt és választom. Oké, és értem, bezár. Ez kép a leltár. Oké. Jó, értem. Valamit kell csináljunk a leltárba. Feszítővas 1 kg. Gyors nyílásra be kell tenni ezt a feszítővasat ide. Vagy nem? Ja úgy, aha, értem. És most akkor megvan. Oké, és ez így nagyon-nagyon-nagyon menő. Fasz a grafika, amúgy nagyon-nagyon tetszik a grafika. Egy kicsit nagy a szenzie, játék, beállítások, eger, érzékenység, kb. Ide lehúzzuk, kb. Úgy, lássuk. Ember. Még lejjebb kéne húzni. Valahogy így. Ó, sokkal jobb, sokkal jobb. Be tudom állítani a DP-t amúgy, de nem kell. Mouse 3 megjelöl, lopakodás C betűvel, gyorsnyilás, futás, shift. Oké, és hogy kéne én itt átmegyek? Vagy itt nem lehet átmenni, baj a fiúk? Vagy mi a bánat? Jaha. Várj, mi ez? Törd el a deszkát. Gondolom evel kell széttörni a deszkát. Ez egy kicsit zajos volt, nem? És lopakodjunk el. Aj, nagyon szeretem, srácok. Ez nagyon-nagyon menő. De miért ez az utolsó ház, srácok? 111-es az... Hopp, ott van valaki. Lopakodj el az ablak mellett. De srácok, meg fog látni engem. Oké. Csak csendbe. Oké, és szép. Mit írt? Kerüld a fényt. Oké, és... Oh shit! Lebuktunk, srácok! Ellenőrző pont betöltése. Lebuktunk már, szar... De miért írják oda akkor? Miért írják oda, hogy tényleg fény van, meg minden? Oké, és szóval kerüld a fényt. Akkor el kell menni ide jobbra. Shit, az néz az ablakból. Oké, és itt nem kéne meglásson, srácok. Mert sötét van, elvileg. Este van, éjszaka. Oké, és úsh. Valamelyik idő óta ott hagyta a földön az ellen lámpát. Vedd fel, de nehogy valaki meglássa a fényt, különben kihívják a zsarukat. Oké, és. A zseblámpa, lássuk, hogy hol van. Itt van a zseblámpa. Megfogom. Oké, és zseblámpa. Itt be kell lopakodnunk vajon? Tör ki az ablakot a feszítő vassal. Mi? Hát meg fogja hallani, ember. Oké. Hát nem hallotta meg? Ez nem hiszem, hogy nem hallotta meg. Kinyitás. Mászás a betűvel, úgy szintén. Oké. Oké, bent vagyunk, srácok. Előlámpás be kikapcsolása. Oké, vegyük fel. Szép munka, ide újra szétosztani egy kevés vagyont.
Oké, és... Nyitjuk. Remélem nincs itt senki, srácok. Lopjál valamit. Hát a pénzt ezt ellopom. Régi kenyérpirító, ellopjuk. Megint telefon. Ide lelépni a Rex Type az autóba, és nehogy valaki meglásson a feszítő vassal a kezedbe. Értem, papi. Akkor menjünk is. Nem lehet még valamit ellopni? Kinyitni. Kis. Kis. Fussunk akkor ki. Már nincs semmi. És gondolom a kocsi az ott van. Igen, ahol a térkép mutatja. Értem, itt át lehet menni. Körbe kell menjek, ez komoly. Mit mutat? Törjük be itt. Masszunk be és átmászunk a másik ablakon és ott kimegyünk. Aha, értem. Oké. Gondolom nem látnak senki, nyissuk ki. Itt azt szerintem simán tudunk menni, járni. Gondolom, hogy simán, mert nincs feszítővas a kezünkbe. Szóval nem hiszem, hogy gondot okozna az egész. Ó, milyen jó kis autónk van nekünk. Oké, és? Lopakodás. Oké. Szállj be az autóba. Jó, de hogy szállj be az autóba? Hát bolond vagy? Jó, hogy ezt kinyitottam, de ezt miért nem nyílik ki? Hoppa, most nyílik. Oké, és most már jobb. Beszáll. Becsukni. Használ. Brr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 r
kell menjünk. Ez fasza, srácok. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik az a játék. Ha nektek is csapassátok szét ezt a like-ot, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, meddig kell. Hogy mutatja, hogy mehova kell menjünk. Értem. Fény is láthatóság, blablabla. Jó. Oké, értem. És meg is kaptam az XP-t, meg mindent, ami kell. Bézár. Továbbra értékelés a C betű. Miért csak C betű? Miért csak C betű, ember? Oké, és ez az én kis helyem amúgy. Lássuk, mit van vinni. Szép munka, öreg, ez a végén még működhet. Pihenj egyet, és reggel folytatjuk. Oké, papi, alvás. Aludjunk egyet, azt folytassuk a reggelt. Alvás egész 5 óraig, 4 óraig. Nem tudom, hogy hány óra van most amúgy. Ja, most 23 óra. 4 óra. Alvás. Jó. C-betű kilépés. Hív megint Vinny. Nézd meg a számítógépet, van egy pár dolog, amiről szeretnék veled beszélni. Oké. A nagy AI-back. Oké, ez... Hány pénzem van? 15 dolcsim. Az nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok. Trófea. Tippeket vásárolhatsz. Oké, és a Carter lakás. Aha. Okés. Hát biztonsági tippek, megveszem. Ha vegyük meg, hogyha már ingyenes, akkor meg miért. Most pedig menj az autódhoz. Okés. Ezt is megveszem szerintem. Mert nem, mert csak 15 dolcsink van. Az is 15, csórók maradunk. Oké, menjünk akkor. Előbb azért add el a zsákmányodat a zálogosnál üres zsebekre lesz szükséged. Oké, és az hol van? Miski, menjünk be. Használ. Hol van itt a map, srácok? Jó, itt van, zálog. Cél kiválasztása. Zálogház. Menjünk oda, lássuk. Oké, és itt is vagyunk. Milyen zsákmányod? Welcome back. Shit. Használ. Régi kenyérpirítót vettünk, ami 3 dolcsért meg is veszi a srác, és ennyi volt. Köszönöm szépen. Oké, 109-es házhoz kell menjünk, szerezd meg nekem azt a tévét, és nehogy bead a zaciba. Oké, szóval neki kell a tévé, srácok. Értem. Greenview utca. 109-eshez kell menjünk, srácok. A 109-eshez kell menjünk. Ez nagyon érdekes játék, srácok, nekem nagyon-nagyon tetszik. Persze nem egy példamutató, srácok, szóval. De gondolom már tudjátok, nem vagytok ti olyan hülyék, hogy ne tudjátok megkülönböztetni a játékot a valóságtól. Itt hagyom az automat. Úgy. Kicsit ez hangos volt egy kicsit. Oké. Nem kívánatos figyelem. Hogy.
Tedd el a szerszámokat és kapcsol le az ellenlámpát, a többi ember nem kívánatos figyelmét elkülönítéséhez. Okés. Most 109-es. Itt van. A hátsó kerítés könnyű széttörni. Hát akkor adjuk neki meg! Be is mentünk. Pót ajtó kulcs a fiókban. Jó, hogy ezek a tippek, srácok? Jó, hogy mi ezeket a tippeket vásároltuk meg, persze ezt ingyen, még a tutoriálhoz fűződik. Ablak zárva. Ó, shit, itt villany van amúgy, de... Nem tudunk vajon bemenni, csak így. Nem zárva van az ajtó, srácok. Itt mit jelez amúgy? Hát én nem látok senkit amúgy benne a házba. Lehet nincs senki, srácok. Szóval én bemászok. Én bemászok, srácok. Ó, serpenyőt vegyük el. Zsákba raktam. Zsákba raktam. Mit tudunk még elcsalni? Menjünk a WC-re, vegyünk el onnan is dolgokat. Hogyha el tudunk venni dolgokat. Nem, itt nem tudunk már elvenni dolgokat. Oké, és menjünk tovább. Menjünk tovább. Ott a tévé, srácok. Ilyen régi tévé. Ó, nagyméretű tárgyakat csak így tudjuk vinni. Ez baj is lesz. Ez baj is lesz, srácok. Íj, kidobtam, oké. Ó, már reggeledik. Vegyük a régi tévét. Futás. Futás. Oké. Okay. Nem látnak senki? Ó, ott jön egy ember. Fent az utcán. Jó. Csukjuk be. Én szerintem ez a küldetés... Hát ennyi, de szerintem... Nem tudom, menjünk még hát, ha kapunk még valamiket. Pót ajtókulcsó a fiókba. Bemegyek és még megpróbálom, srácok, hogy mit lehet itt. Oké, és itt van egy ajtókulcs. Itt nincs semmi, de ott még van egy kis pénz, amit elveszek, 15 dolcsé. Nyissuk ezt is ki, itt nincs semmi. Nyissuk azt is ki, op, ott is van egy kis pénz, oké. És szerintem most már mehetünk innen. Még lehet egy kis... Na, nem, ezt nem lehet nyitni sajnos. Hopp, azt is fazékat, felvettük a fazekat. Jó. Go. Én szerintem ezt megoldottuk, ez mi? Jaj, bujóhely? Gondolom bujóhely. Oké. Jó. Én szerintem mehetünk. Én megcsináltam a feladatom, srácok. Kapcsoljuk be a kis Verdát. Hagyjuk el a helyszínt. A téve az ott van hátul, egy csomó dolgot is elisoptam. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen értékben loptam el. 48 dolcsink van, nem tudom, hogyha az tényleg a pénz-pénz. Vagy a... Vagy amennyi értékben loptunk el dolgokat. De nekem az nagyon-nagyon tetszik. Otthonhoz menjünk, srácok. Mert gondolom ott le kell tenyem a tévét a srácnak. Oké, és régi tévé 20 XP, jó, egy csomó dolgot. Es, azt gondolom a legjobb, mi? Lass mit mondom, vén. Látom, megszerezted a holmimat. Látok már a Black Bay weboldalt. Oké, és lássuk a Black Bay weboldalt. Mi is az a Black Bay weboldal? Black Bay. Oké, és trófé, aranykupa, blablabla. Régi tévi, 60 dolcsi. Elad. Gondolom el kell adni. Most pedig kattints a rend tag life-ra. Ja, és a rádiót is be kell szerezzük, látom. Hiányzó szükséges tárgyak, szóval azt is majd be kell szerezzük. Itt egy kis kiegészítő munkát találhatsz magadnak. Feltettem neked egyet, csak neked a... tányérosat. Aha, 110-es, és itt vannak a missziók, rented tag. Itt vannak a missziók, 50 dolcsit ad, hogyha ellopom majd a tányérokat. Oké, és én majd azt testen is fogom, srácok, de én el szeretném most adni ezeket a cuccokat, amit én loptam el magamnak. És nem a főnöknek, vagy ki a bánat, az a Vini. Szóval az zalogházhoz megyünk. Be is megyünk ide. Welcome back, my friend. Elad. Ennyi. 135 dolcsink van, srácok. 135 dolcsi. Nagyon-nagyon tetszik, srácok, az játék. Használ. És
menjünk újra otthonhoz, srácok, és a következő videóban meg folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek, csapassátok szét a like gombot, meg iratkozzatok fel a csatornára. Ha nem vagytok még feliratkozva, nagyon szépen köszönöm, és találkozunk, srácok, a következő alkalommal, sziasztok!